Sőreganito vagyok, óvónő és óvodai testnevelő specialista. Az elmúlt két napban a gyerekeknek igyekeztem mozgásos játékokkal összekötni az itt tanult dolgokat, mégpedig első nap a Maya Birodalom és az őslakos amerikai indiánok világába utaztunk el a gyerekekkel, és különböző ügyességi feladatokat játszottak a gyerekek, amik az indián törzshöz, az indián falu életéhez kötődtek. És milyen feladatokat, körülbelül milyen játékokat játszottatok? Tollakat kellett összegyűjteni a kis indiánoknak, a totemoszlopokhoz erősíteni, majd pedig láncsával kellett bivajt lőni, amit nagyon élveztek, és nagyon örültek ezeknek a feladatoknak. A versenyszellem, a motiváció, úgy láttam, hogy megvolt a gyerekeknél, és a végén mindenki visszavárt a mai napra is, megkérdezték, hogy ugye jössz ma is. Hát persze, ma pedig az Egyiptom, az ókori Egyiptom világába utaztunk, ahol szkarabeusz bogarakkal és mumiákkal is találkozhattak a gyerekek. Egy piramisba kellett eljuttatni teniszütővel a lufit ahhoz, hogy kincset tudjunk szerezni a piramisból, és egy amulettet kellett a kincsekből kirakni a csapatnak. Már nem először vagy itt a VNK táboraiban, és én sem először látlak már itt foglalkozásokon, és feltűnt az, hogy a foglalkozásaid mindig nagyon színesek, érdekesek és nagyon kreatívak. Mesélj arról egy kicsit, hogy hogyan készülsz ezekre a foglalkozásokra, illetve hogy miből inspirálódsz, és hogyan állítod össze ezeket a játéksorokat, feladatsorokat. Mikor megkapok egy témát, akkor elsősorban utána olvasok, hogy mi is kötődik az adott témához. A második a feladatom ilyenkor az, hogy elgondolom, hogy ha én gyerek lennék, akkor mi lenne az érdekes, mi lenne egy feladat, amit úgy tudnák elvégezni, hogy abba örömet lássák, és ebből indulok ki. Utána megnézem, hogy azok a jellemző dolgok, amik a történéshez tartoznak, azokat hogy lehet belevinni úgy egy feladatba, hogy az megfeleljen a témának, és a mozgást is fejleszte. Neked is vannak gyermekeid, velük is találkozhattunk itt segítőként a foglalkozásokon, esetleg rajtuk is kipróbálod ezeket a játékokat, vagy együtt is szoktatok, végigjátszátok ezeket a feladatokat otthon? Először is, mikor elkezdek valami eszközöket gyártani otthon, akkor őket beszoktam bólni, megkérni, hogy segítsenek kifesteni, összeragasztani. A kisebbik lányom, ő nagyon szereti a kézműves dolgokat, és ő ebben sokat szokott nekem segíteni. És utána persze kipróbáljuk, hogy mekkora lépés kell, mekkorát kell dobni, mi az a távolság, ami még belátható és eltalálható a cél. És ilyeneket persze kiszoktunk otthon próbálni. A nagyobb kislányom, ő pedig segít bepakolni az eszközöket, a gyerekeket irányítani egy kicsit a foglalkozás alatt, bekapcsolja a zenét, ő már nagyon érti ezeket a dolgokat, hiszen ő ebben nőtt fel. Köszönjük szépen, Anita!